Sziasztok, Scam23 vagyok, és elkezdek egy új sorozatot, méghozzá a FIFA 17 Journey sorozatot. Na most ez volt az a játékmód, ami miatt én mindenképpen meg akartam menni a FIFA 17-et, ugyanis ez egy eszméletlenül jó játékmód lett szerintem, és én amikor megláttam, hogy egy külön játékosnak az életét, inkább a focista karrierjét tudjuk végigkövetni és végigjátszani, akkor az nekem nagyon megtetszett, és úgy voltam el, hogy én ezzel mindenképpen játszani szeretnék, úgyhogy azt is fogom természetesen tenni. Az nem igazán érdekel, hogy mennyi megtekintés fog jönni ezekre a videókra, mivel tudom, hogy más sokkal nagyobb videósok is játsszák ezt a játékmódot, és gondolom valakik csak tőlük fogják nézni, de engem ez annyira nem érdekel, ugyanis engem nagyon érdekel ez az egész, és tudom, hogy lesznek páran, akik tőlem is fogják nézni. Úgyhogy ezt a sorozatot mindenképpen nyomni fogom, és akkor majd lesz, ami lesz, és akkor vágjunk is bele Alex Hunter életébe és kalandjaiba. Kezdjük is. Egy pár dolgot már tudok erről az egész játékmódról, mivel egy-két videót már láttam róla, és egy pár dolognak így utána is néztem. Szóval így hosszú távra egyáltalán nem tudok semmit a játékról. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mi fognak történni. Most viszont ki kell választanunk a kedvenc angol ligás klubunkat, ami nálam egyértelműen az Arsenal, ugyanis én agy Arsenal drukker vagyok. Úgyhogy ki is választjuk az Arsenalt. És akkor nézzük is, hogy hogyan kezdődik ez a mód. Szóval egy kupa döntőben vagyunk, és itt még a kis Hunter rúgja a bört, utolsó perc. Nagyon cselezgetünk, hú, az szép volt. Azt is megetettük. Aha, és kigáncsoltak. Serious, Harold? Ref! Where's the foul? I'm lucky, mate. Looks like Ben's now. Uh-huh. Thanks, guys. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. By the way, go on, then. Lefújták a meccset, nem lett ugye gól, úgyhogy jönni fognak a 11-esek. Hát eléggé szép helyzetünk volt az utolsó percben, de felrúgtak minket, és a bíró nem úgy gondolta, hogy az úgy volt, úgyhogy nem kaptunk 11-est érte. Most viszont büntető párbajokkal fog eldönni, hogy akkor ki lesz a győztes. Rúgja a Koma. Hát egy picit elnézte Csori. Az ellenfél. Kapus kifogta. Szép. És most megyünk mi? Ó. Nézzük is. Nagyon jó zene, hogy ez tetszik, ami most megy áttérbe. És akkor a pici Hunter. Én a jobb felső sarkat igazán nagyon szeretem, úgyhogy oda fogom most is rúgni. Ami nem is fölire ment, de nem baj, bement. Bement az, az a lényeg. És így most nyertünk? Smashed it! Yay! Nyertünk, ez az! Ó, és így bajnokok vagyunk, igen. London's finest, mate. Oh. Hey, first of many. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. Lent pedig anya és apa veszekszik. Do you care that we'd won? Look, I'd better go, mate. Mama wanna hear about the match.
See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Most én figyelem azt, hogy mi a sztori. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Oh. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. Oh. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. Ezzel rúgta a nagyfater a századik gólját. Oh yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Odaadta nekünk azt a labdát. És amúgy tök menő, mert ugye kiválasztottuk, hogy az Arsenal a kedvenc csapatunk, és az van ott a falon. Ez nagyon tetszik. Milyen kis ügyes a srác. Jól nyomja. Ó, 7 évvel később. Majd gondolom ezek ilyen díjak. It's time, Alex. Igen, itt eléggé rendesen felnőttünk, szóval a kisgyerekekből már elég intenzív tínédzserek lettünk. Hát mondjuk 7 év, igen, az sok. Na, itt bemutatják azt, hogy ki kicsoda, ki szinkronizál, vagy valami ilyesmi. Vannak nagy focisták is. Az igen, Royce, Kane, Di Maria és James Rodriguez, az nem semmi. És ővelük is akkor fogunk találkozgatni a jövőben, vagy valami ilyesmi. Na, kíváncsi leszek. Ekkor exit trial nyomjuk is. Kíváncsian várom, hogy mi lesz. Ó, itt vagyunk a foci akadémián. Hello. How many times, man? Nem nyílik az ajtót. Four years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Igen, ezt tudom, hogy Alexnek a személyisége úgy fog változni, ahogyan mi döntünk. És akkor mindig lesz háromfajta választás, amit tudunk dönteni, vagy mondani. És akkor így fog változni a személyiségünk, meg így fogunk tetszeni. Vagy valakinek, vagy valakinek, vagy valami ilyesmi. Na de, én Balázs leszek, megpróbálok mindig egyensúlyba tartani a dolgokat. És stay focused, forget all that. Igen, legyünk már kicsit motiváltak. We got this, megcsináljuk. What academy, mate? Play like we can, we'll walk straight into a contract. Így van. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Ah, megdicsért minket, hogy jó játékosok vagyunk. You get so grown up. Wish Dad could be here, Mum. Hey,
Szeretné, hogy a faj is itt legyen. De nincs itt. Nice motor, mate. Ó. Beszólt a kis taligánk miatt, amivel idejöttünk. Ezt nem. Oh, ez jó lesz. I'll take skills over flashy motor any day, mate. Oh yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. Profi szerződése van, nagyon komoly. Has he got pro contract? Bruv. Bruv. You lads are here today to prove that you got the skills to make it in a professional game. Mm-hmm. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. And these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Okay. Szóval itt fog eldőlni az, hogy mi lesz a jövőnkkel kapcsolatban. Páran, akik itt vannak, nekik ez lesz az utók vége, páraknak pedig most kezdődhet a profi karrierük. És közben választanunk kell, mert ránk nézett az a csávó, aki kint beszólt a... Beszólt ott a parkolóban. De szépen megmondjuk a magunkét, szóval nincs gond. Minden egyes mozdulat, amit csinálunk, az fontos lesz, és azon múlhat az, hogy mi lesz a jövőnkkel kapcsolatban. Hunter! Listen, igen? I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. Oh. So put your best foot forward. Impress these scouts, alright, lad? So what's it gonna be? Aha, szóval jobblábasok vagyunk, és megkérte a csávó azt, hogy válasszuk ki, melyik pozícióba szeretnénk játszani. Mondta, hogy tudja, hogy bármelyik pozíción jók lennénk, de döntsük el, hogy mit szeretnénk. Ugye lehetünk csatárok, középtámadó, középpályások, balszélső vagy jobbszélső, viszont hát én egyértelműen csatár leszek, szóval nyomjuk is. Following in granddad's footsteps, eh? Alright, lad. Go do him proud. Ó, szóval nagyapa is csatár volt, és akkor őt követjük, úgymond. Akkor tegyük büszkévé a nagyfatert. Meg lesz. Right, first up. Top 10-be kell végezni. Quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills. And then another half of 11v11 for the top players. Alright, lads, go do yourselves proud. Aha, most egy rendes meccs lesz, 11 a 11 ellen, és olyanok fognak játszani, akiknek már van szerződésük, olyanok ellen, akiknek nincs. Értem. Na de, nyomjuk is neki, kezdjük is a meccset, az egész csapatot irányítjuk. És akkor ezt a meccset most végig fogjuk nyomni. Természetesen ez valamilyen szinten ki lesz vágva, csak az érdekesebb jelenetek lesznek benne. Hoppá. Miért bukott már csávó? Hello. Igen. Lent indul, de nem megáll a majom. Miért állsz meg? Hihetetlen. Megindul, erre megáll. Miért? Hát az elég is szarlövés volt, baszki. Nem játszanak túl jól a srácok, az egyértelműen látszik. Jó, Hunter, nem jó. 6,2-es az értékelésünk, ami nem a legjobb, de nem baj, lesz jobb. Hú, de szép!
Hát, azt megettük elég rendesen. Az volt a gond, hogy elakadt a beadás. Jelen pillanatban 6,2-esek vagyunk, megy az indítás, átvesszük. Nagyon szép passz, az gól. Nem, basszus. Tényleg nagyon szép volt ez a passz. A beadás, Hunter, nem tud, nem a legjobb fejelő, ahogy látom. És itt a fél idő, és 0-0 az állás, ami nem az igazi. És csak egy, és most mi történik? We've got more to give than that, mate. Let's take it to Top Gear, yeah? Dehogy az nem. You're right. Yeah, you're right, man. Gotta get my head in the game. That's the spirit, brother. Így van. Harmadikok vagyunk? A hat... az király. 6,8-as értékeléssel harmadikok lettünk. Nem a legjobb, de nem rossz. És most a második fél idővel mizó? Hanyadik vagyok? Igen, top 10-be kell... ja, és most tényleg harmadik vagyok. Hát az kifejezetten jó. Oké. Okay. Shooting drills. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. Egy kis lövés gyakorlás, szóval a lövésünket fogjuk edzetni, vagy fejleszteni. Nézzük. De szép. Az nem talált sajnos táblát, nem gond. Az se. Az nagyon jó. Gyengében kellett volna. De szép. Excellent. 9200... Legyünk elsők vagy második, az jó. Na, próbáljuk meg, legyünk elsők. Na, meg tudjuk csinálni. 700 pont. Nagyon szép. Nagyon szép. Az nem volt az igazi. Az is nagyon király. Az elég gyatra volt, nem baj. Kapufa. Hát ez... 9700, amivel elsők vagyunk, teljes mértékben megelégszek vele, nyomjuk is tovább. Blimey, Hunter? Where did that come from? You've been watching videos of me. Persze. Honnan jött ez a tudás, vagy micsoda, amit nyomtunk? Irigy vagy? Ezzel születtünk, vagy... Ez jó lesz. Making you nervous, am I, Williams? That's what you get when you play with the big boys. Oh yeah, bring it on then, Hunter. Megy a beszólogatás rendesen. És most én vagyok az első. Ez kifejezetten remek. Next, we'll be testing you on your ball control. Aha, kis labdavezetés. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see what you got. Oké, okay. Ez menni fog, szerintem. Jó. Nem a legkönnyebb belevezetni a labdát, de meg vagyunk. Oké. Okay. Jó. És gól. Király. Hát elég rossz helyre ment a gól, de benn van. És ezzel elsők vagyunk. Remek. Nyomjuk is tovább. Jók vagyunk, basszus. Top 10-be kell végezni, és első vagyok. Up next, passing drills. Move the ball with precision and purpose. Let's get started. Egy kis passzolás. Nem tűnik nehéznek. That was perfect. De szép. Ez gyatra volt, basszus, ezt nem így akartam. Benn van, remek. Hát nem oda terveztem.
Megfogta a kapus. Az benn van, nincs benn, kifogja a kapus, szomorú. Lőd be! Ú, de szép! Remek! Ó, de szép az is! Ennyi, elsők vagyunk, Volker a második. Remek! Hát itt egyelőre ez így teljes mértékben megfelelő, szóval végig elsők vagyunk. Okay, I want to see some skill. Positioning, being a team player. Let's go. Okay, ho beleszólvágtunk a főnök beszédében, a nem gond. Szóval egy kis csapatjáték, passzolások, lövések, ilyesmi. Egyelőre nem az igazi. Ez tuti újra kezdjük, szóval ez nagyon gáz. Okay, na mostantól így bele lendülünk. Ú, de szép, remek. Azt rögtön ráküldjük, butaság volt. Fogta a kapus. Na ez az, amit mindenképpen újra kezdünk. Így lennénk harmadikak, de ez nagyon gyatra volt, szóval ezt tuti újra kezdem. Ezt leszedi a kapus, szomorú. Hogy kupán vágott már minket, hihetetlen. Nagyon szép. Kapus fogta, sajnos. De mi ez? Egész jó ez a kapus ott a kapuba, basszus. Ezt is fogja, hihetetlen. Ez egy kicsit erős volt. Ó, te G-Hunter. Az igen! Miért rúgott már? Meg tudjuk csinálni az alt, csak kicsit jobban oda kell figyelni. Mint a rakéta úgy beküldte, basszus. Fogja azt is, hogy most megy az idő. Hát ez itt rossz. Oké, az is benn van, de ez nem elég. Jó, a C-nél tudunk jobbat. Nagyon jó. Ú, de szép, nagyon jó. Ó, hát ez egy nagyon jól kezdődik, srácok. 4-ből 4, hát ez az remek. 5-ből 5, ú, te. Na innen. Hát nem, fogja a kapus, nem baj. 1-2 gól kéne még. Ó, leszereltük és ezért kaptunk 1000 pontot. Az remek. Hát már az alsó az értékelésünk, de innen még berúgjuk, akkor nem. Akkor innen rúgjuk be, úgy van. Innen is berúgjuk, nem rúgjuk be. 9200, remek. És ez most veszem észre, ez az összpont rendszer. Szóval azt nézem, most van 68600 pontunk, a tizediknek pedig csak 56000, sőt a 11-et kell megnézni. Az 55000. Szóval 13000 pont előnyünk van, ami kifejezetten jó. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Igen. Positioning, skill, being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. Rendben. Akkor most jön a második fél ideje a meccsnek. Looking sharp today, Hunter. Can't say I'm surprised. You got football in your blood, lad. Megdicsért. Hát ezt meg kell köszönni. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard, just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. De megdicsért minket, hogy jók vagyunk, ami kifejezetten jó. De meg be is töltöttünk. És most jön a második fél ideje a meccsnek. Én azt gondolom, hogy... igen, de most ez a második fél idő vagy? Nem, ez egy új meccs. Ó. Oké. Jó, azt még le tudjuk futni, hogyha elég gyors lenne a koma. Megvan. Beadás. És kifogja a kapus. Azt a rohadt. Jön valaki, jön. Megy a passz. És onnan.
ezt is fogja. Mondjuk kicsit Hunterre kéne gyúrni, hogy neki legyenek jobb adatai. Szóval majd megpróbálom Huntert játékba hozni. Nem állunk túl jól. Ez egy lövés akar lenni, vagy ez mi? Nem, ez egy egész jóra sikeredett passz így végül. Lash volt, na. Nem, mi nem volt lash? Ó, baszki. Hát ez így nagyon szar. Hát nem tudom, mi történt a kapu előtt, srácok. Ez így szoporoller. Süsd el! Fú, semmi. És vége basszus ennek a fél időnek. És így most 6,1 az értékelésünk, ami nem az igazi, de végül is így is elsők maradtunk, szóval ez van, nem gond. Hát nem sikerült ez a meccs annyira jól, de ez van. Ez az, amit nem tudok, hogy hogy legyen, hogy csapatként vagy egyedül játszak. Szerintem most Hunterrel játszok egyedül. Well done, lads! Lots of hard work on display out there. Igen. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Igen. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Okay. Jó kis beszédet mondott, ez így van. Szóval ne legyünk, Williams. Hogyha... Várjunk. He's got a mouth on him, man. Never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Na, szóval, hogy ne legyünk majd elkeseredve akkor, hogyha nem csörög az a telefon, mert hogyha... egy pofánbaszástól úgymond ki akarunk lépni, akkor az... Do you think Alex will be okay? Akkor ez nem... akkor nem lehetünk igazi focisták. I mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Így van. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been traveling away to games all the time, you know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Arrow's injuries cut it short, it ruined him. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. Sokszor lesérült az apukánk. You know he just wants to be you. You. Alright. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top drawer. You stood out of mind. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. Oh. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Oh. Was around back when your dad was still playing. We should call him. G'day. Good tune. Hát így jól néz ki a dolog akkor.
Na, és akkor készen is vagyunk, excellent, elsők lettünk, ami remek, nyomjuk is tovább. Hi. Agents here. Oh. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. Uh-huh. There he is, my number one client. I bet, say nothing. Good to see you. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Huh. Oh, come on, tell him. As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? Oh. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Oh. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Aha. Ó, és az összes csapathoz leigazolhatunk az angol ligában. Hát ez nagyon érdekes. Hát nem tudom. Ugye a top csapatoknál több pénzt kapunk, viszont kevesebb játékidőnk lesz. A kis csapatoknál meg ugye több játékidőnk lesz, kevesebb pénzt kapunk. Hát a pénz szerintem annyira nem számít. Most az a gond, hogy én ugye nagyon szeretem az Arzenált, és nagyon szívesen játszanék ott. De nem tudom, hogy mennyire lenne jó, szóval hogy kapnék-e elég játékidőt, vagy valami ilyesmi. Mivel jó lenne tényleg egy olyan játékosnak lenni, aki hűséges maradt végig a klubjához, és ott nőtt fel, és onnan lett tényleg profi játékos. És igazából ezen nagyon így vagyok vele, hogy nagyon szívesen mennék ide. És amúgy belegondolva, ugye, hogyha a menedzserek meg a maga a csapat nem talál annyira jónak, akkor a valóságban is így van, hogy mivel azért látják, hogy te jó focista vagy, csak nem igazán illesz még be a csapatba, akkor ugye kölcsönbe adnak. És ott ugye a kisebb csapatnál meg kapsz elég játékidőt, és akkor nem hagytad el a klubot. Hát ez most érdekes. Szóval szerintem én arra hajzok, hogy arzenálos leszek. És akkor itt le fogom nyomni a karrieremet. Azt ha elküldenek, kölcsönbe elküldenek, vagy ha el kell igazolnom, akkor eligazolok. De szerintem, mivel tényleg az Arzenál a kedvenc csapatom, nyomjuk szerintem ott, és akkor kiderül, hogy kis focistákból tudunk-e kezdő 11-jé válni az Arzenál csapatánál. Természetesen ez nagyon sok idő lesz, sok év a játékban, de meg tudjuk csinálni. Szóval én azt mondom, hogy legyünk Arzenállal. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Anya megdicsért, hogy megérdemeljük. Nagy fater is. Proudest day of my life. You signing me my old club. Arzenálos volt a fater? Nagy fater? Ó.
The hunters are coming home. Ez nem. Ez jó, ez tetszik. Hunters are back, granddad. Ez jó. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! Alex, that's just brilliant! Oh. Szóval a kedves Gerett kománk is az Arzenát választotta csapatának. Ami érdekes. Na de szerintem ez az első videó, ez most így ennyi lett volna. Hát nagyon belemélyedtem ebbe az egészbe, és tényleg nagyon sokáig tartott. Hát nem tudom, srácok, ti hogy gondoljátok ezt a gondolkodásmódot, hogy ide jöttem az Arzenába. Természetesen én is érzem, hogy nem túl biztonságos, mert nem fogunk sokat játszani. De semmi gond, szerintem akkor maximum kölcsönbe adnak, vagy tényleg megmutatjuk, hogy nagyon jók vagyunk, és úgy tudunk játszani a kezdőcsapatba. De ez majd kiderül a jövőben. Szóval van a másik kérdés, ami meg már szintén... Szóval ez a kérdés, amúgy ezt feltettem volna nektek, hogy ti hogy gondolnátok, de így a döntés közben meggyőztem magamat, hogy ezt mégiscsak így szeretném. Viszont volt egy másik kérdés is a fejemben, ugye, hogy a csapatot irányítsuk, vagy csak Huntert. És én ezek közül arra hajazok, hogy inkább csak Huntert kéne irányítani. Ugyanis mégiscsak az ő karrierje, szóval ezért ez egy nagyon nagy indok, hogy őt irányítsuk. A másik pedig az, hogy a védekezésem nem az igazi, és akkor már ne nekem kelljen védekezni, mert akkor ugye megcsinálják a botok, a gép megoldja, és akkor én pedig ugye csatárként el leszek elől, mert a passzjátékom, a labdavezetésem, a lövésem az nem olyan rossz. Úgyhogy szerintem a meccseket nagyrészt úgy fogjuk nyomni, hogy Huntert fogjuk csak irányítani. De lehet, hogy lesz egy-kettő a csapatot is. De most szerintem... szerintem most így, hogy megvan az új szerződésünk, ezt a videót most le is zárnám. Akkor az Arzenál csapatába fogjuk folytatni a karrierünket, de ez majd csak a következő videóban. Addig is remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, iratkozzatok föl, nézzétek meg a Facebook oldalam, ott van a leírás legfelső sorában, és akkor sziasztok!